Nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat, hogy a művészetterápiáról és azon belül is a gyerekeknek szóló művészetterápiáról beszélgessünk egy kicsit. Az első kérdésem az lenne, hogy miért is jó ez a művészetterápia a gyerekeknek? Ugye nálunk a stúdióban tartasz művészetterápiát, és ráadásul két korcsoportban, egy ilyen 6-tól 10 éves korig, és egy 10-től 16 éves korig is foglalkozol a gyerekekkel. Igen, a művészetterápia nagyon nagy segítség a gyermekeknek, főleg ebben a 10-től, hát mondhatnám, hogy 20 éves korig, ugyanis a világ annyira fel van gyorsulva, és annyira sok információt kapnak, de ezek az információk 80%-ban lényegtelenek. Tehát ő önmagukat nem nagyon tudják fejleszteni, nem kapják meg a kívülről jövő olyan impulzusokat, amire szüksége van egy gyereknek, hogy ne csak testileg, hanem lelkileg is felkészüljön erre a világra, amiben kell helytállnia. Folyamatosan meg kell felelniük, de nem is nagyon értik, hogy minek kell megfelelni, vagy miért kell megfelelni. Rengeteg problémájuk van, ami régen nem volt, vagy fel sem merült, hogy lehet ilyen probléma a gyerekeknél. És nagyon-nagyon sok gyerek gyakorlatilag meg van bélyegezve bizonyos papírokkal, betegségekkel, állapotokkal, és hát meggyőződésem, hogy a 80%-uknak kutya baja. Csak igazándiból magukat kell felkészíteni arra, nekik kell megküzdeni azokkal a dolgokkal, amikkel találkoznak az óvodában, az iskolában, az otthonukban, ugye nagyon sok családban vannak problémák, a gyerekek ezeket nem tudják feldolgozni, ha kérdeznek, nem nagyon kapnak olyan választ, amit ők be tudnak fogadni, vagy nem olyan módon. Igazándiból már szülő-gyerek között is akkora generációs különbség van, hogy ha mondunk két mondatot a gyereknek, ő teljesen máshogy értelmezi. És nem értjük, hogy miért nem érti ő, meg nem érti, hogy a szülő vagy a tanár mit akar tőle még, amikor már ő megcsinál dolgokat. És ez azért van, mert a gyerekek nem ismerik saját magukat, meg nincsenek tisztában azzal, hogy ő nekik mi lenne a segítség a fejlődésben, az életükben. És ugye a művészet terápiával egy bizonyos önismeretet tanulnak a gyerekek, meg a felnőttek is. Megismerik azt, hogy hol tartanak ők érzelmileg a fejlődésben. Hát bizton állíthatom, hogy nagyon le vagyunk maradva, tehát felnőttként is az érzelmi intelligenciánk nagyon-nagyon alacsony, és ez fejleszthető. Ugye régen egyértelmű volt, hogy ezt a család fejleszti, az iskola fejleszti, a barátok fejlesztik, de most ezek a dolgok annyira eljelentéktelenedtek, hogy a gyerekeknek maguknak kell megtanulni azt, hogy hogy tudnak olyan állapotba kerülni lelkileg, hogy be tudják fogadni az egész világot. És a művészetterápia ebben segít, a különböző izgulásokat, a különböző problémákat, például a dadogást, tehát nagyon jól lehet vele kezelni, nagyon jól meg lehet találni az okát, hogy miért dadog egy kisgyermek, vagy egy olyan személy, aki eddig nem dadogott. Nagyon nagy segítség abban, hogy érzelmileg a színekkel hogyan tudnak bánni. Mondok rá egy példát, hogy például megtanuljuk az óvodában, hogy a piros az a szeretetnek a színe. Hát a piros gyakorlatilag olyan 10% embernek a szeretet színe, a legtöbbször nem a piros jelenti a szeretetet. Aztán ugye hasonlóan további mintákat tanulunk, hogy a fehér az öröm, a fekete a bánat, és akkor, amikor a gyerek elkezd ceruzával rajzolni, csak színesen nem szeretne, akkor mindenki megijed, hogy úristen, a gyerek nem színez, nem rajzol, itt valami gond van, és a művészet terápiával rá lehet vezetni a gyerekeket arra, hogy a színek hogyan tudják segíteni az ő fejlődésüket, illetve hogy különböző rajzok, amiket elkészítenek az életük során, például egy tinédzser, amikor a biológia füzet sarkába fegyvereket, meg halálfejeket rajzol, az mit is jelent, és hogyan lehet ezt kezelni, hogyan tudja ezt észrevenni, hogy ő mondjuk unja a biológiát, vagy ő elkalandozott a figyelme, mert sajnos ezt a mai világban én azt gondolom, hogy a gyerekeknek saját maguknak kell megvívni, és annál jobb, minél előbb megtanulják, megkapják az eszközöket ehhez. Illetve ugye, mivel én kineziológus is vagyok, egy csomó kineziológiai eszközt is adok a kezükbe, mert nem mindenki tudja befogadni a színterápiát és a rajzterápiát, úgyhogy igazándiból így kombinálva az összes tudást, amit én eddig megszereztem, nagyon-nagyon hamar rátalál mindenki arra, hogy mi az útja és mik azok a kis göröngyök, amiket ki tud javítani az életében.
Hogyan jött neked itt egy művészetterápiát tartsán, és főleg az, hogy gyerekeknek? Ugye tudom, hogy többféle végzettséged, vagy említetted most a kineziológiát, de hogy hogyan jött ez, hogyan állt össze a fejedbe, hogy ezzel akarsz foglalkozni? Hát igazándiból sosem gondolkodtam rajta. Én mindig azt csinálom, ami örömet okoz számomra, és ugye most már olyan 5-6 éve foglalkozok rajzzal, festészettel, és hát a kineziológiai tanulmányaim egy évtizedet is kitartottak, úgyhogy azután ez a rajzolás, festészet a terápiának egy más útját mutatta meg nekem, és ugye elég nagy tapasztalatom volt, mint kineziológus, hogy nagyon sok gyerek nem akar beszélni a problémáiról, nagyon sok felnőtt nem is tudja megfogalmazni, hogy mi a problémája. Tehát nem az, hogy azt tudja, hogy valamit kéne változtatni, vagy változni, de nem nagyon találják az eszközöket ehhez. És számomra a festészet egy olyan utat nyitott meg, hogy azt gondoltam, hogy ha nekem használt, hogyha nekem működött, vagy működik, mert ugye a mai napig működik, akkor másnak miért nem működne? És mivel természetgyógyászként sok vendégem érdeklődött folyamatosan, kérdezgette, hogy ez mi, az mi, így először ingyenesen kipróbáltam egy pár vendégemen magát ezt a rajzterápiát, és bődületes eredmények születtek, tehát még én magam is nagyon sokszor meglepődtem a különböző korosztályok reakcióin, de ami 100%-os, hogy a gyerekeknél szinte azonnali hatása van, ők nagyon-nagyon befogadóak, és olyan energiákat mozgat meg, hogy tényleg öröm vele foglalkozni, mert ők nem gondolkodnak rajta, hogy mit kéne csinálni, hanem ők egyszerűen csak csinálják. És jó velük foglalkozni, mert lehet látni az eredményt szinte azonnal. Tudom, hogy elvégezted a professzor dr. Vajs Zoltánnál a rajzelemzést, hogy ezt is használod a repertoárodba, tehát hogy elemzed például azokat? Igen, igen. Abszolút. Tehát, hogy ha festünk is, mivel aki hozzám jön, tudja, hogy mivel foglalkozom általában, azonnal kérdezik is, hogy miért ezt a rajzot választotta, miért úgy festi, és hogy ő úgy akarja festeni, de aztán nem az lett belőle, hogy az miért van. És nagyon gyakran küldenek nekem egyébként gyerekképeket is, hogy a gyerek most már sorozatban ezt rajzol, vagy azt rajzol, nézzem meg. Tehát igazándiból virtuálisan is keresnek, személyesen is. Nagyon-nagyon fontos eszköz ez a gyerekek életébe, vagy a felnőttek életébe is, nyilván a gyerekekében még nagyobb. És ugye régen a rajzórák, a technikaórák, a különböző foglalkozások keretein belül azért ez előkerült, ha nem is így, hogy rajzelemzés is, hiszen az óvodában is kellett rajzolni magunkat, a családot, tehát valamilyen szinten ott is használják ezeket a módszereket. Igazándiból ugye a rajzelemzési intézetben a tanfolyamon, amikor részt vettem, saját magamon kellett először megcsinálni a teszteket, és már ott is bődületes eredmények születtek, tehát én azért most már elég régóta dolgozom magamon, a családomon, a múltamon, jelenemen, és olyan utakat nyitott meg a rajzelemzés, hogyha ezt a rajzelemzést a festészettel, rajzolással kombináljuk, illetve akinél kell a kineziológiai módszerekkel, akkor nagyon gyors és hatékony mix tud ez így lenni, és nagyon jól működik, én azt gondolom.